Keresztényi egyházi zenét játszó együttes az Emmanuel műsora kísérte idén a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozatának Szent István parki megemlékezését. A sátoraljaújhelyi augusztus 20-ai program első szónoka Papler Pál, római katolikus plébános volt. Amikor mi a mai napon szintén 1000 évvel később Szent Istvánra tekintünk, kevés az, hogy dicsérjük őt. Kevés az, hogy elismerjük érdemeit, ünnepeljük őt. Ez mind kevés. Mi is szeretnénk jövőt építő emberek lenni. Az alap jó, a fal áll, rajtunk áll, hogy építjük-e tovább. Idén is ezen az ünnepségen adták át a Világszövetség helyi tagozatának elismerését, melyet idén Vásárhelyi Pál kapott. A Szent István parki program után a rendezvénytéren folytatódott a városi ünnepség, ahol az Sátoraljaújhely testvértelepülésének, óbecsének képviseletében Knézi Péter mondott ünnepi beszédet. Mi mindig is egy olyan Magyarországot álmodtunk, melyre felnézhetünk, büszkék lehetünk, amely erős, határozott politikájával megóvja, megvédi gyermekeit, és oltalmaz bennünket azoktól a mindenkori sérelmektől, melyeket a kisebbségi sors mért és mér ránk ma is. Mert kérem tisztelettel, ha valaki, hát mi tudjuk, miért van szükség egy mindenkori nemzetileg elkötelezett, határozott és céltudatos magyar kormányra. A hivatalos városi ünnepség után fellépett a Sóváradin gyermektánccsoport, majd a népszerű vonós trió, a Princesz együttes szórakoztatta a közönséget. A színpadra lépés előtt vidámsággal és sok-sok mókával küzdötték le a lámpalázat a helyi színjátszókör tagjai és a tánckar. A Kossuth Lajos Művelődési Központ színjátszókörének nagy álma volt, hogy az államalapításhoz köthető zenés darabot bemutassák. Hosszú próba folyamat után tegnap este nagy sikerrel mutatták be a produkciót. A darab egyik rendezője István szerepében Kanesüc Ádám volt, aki a korábbi zenés darabokban is szerepelt már. Mert most nem csak magamért, az egész csapatért izgulok, és hogy minden úgy történjen a színpadon, hogy azt elterveztük, illetve biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk valósítani mindazt, amilyen próbáltunk, és hogy a közönség egy olyan tekint választanát lásson, ami szerintem megüti a színvonalat, és úgy mehetnek haza, hogy érdemes volt eljönniük megnézni. A táncokban a helyi mazsorettesek, társas táncosok és a Kossuth Lajos Művelődési Központ kamaratánc együttesének tagjai szerepeltek. Őket Linyánszky Tamás és Vejcer Tamás koreografálta. Augusztus 3-ától valóban keményen dolgoznak, és azt gondolom, hogy ennek ez megismer az eredmény, és csak így sikerülhet, hogy egy csapattá kovácsoltunk, akár csak erre az egy előadásra is, kiegészülve hazai sztárjainkkal és a többiekkel, akik úgy szintén olyan lelkesen végiggyakorolták ezt az egész hónapot. A darab meglepetés szereplője volt Varga Ferenc énekes, aki Koppányt alakította. Két nagy kedvencem van, az István a király és a Jézus Krisztus szupersztár, és hát ez nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy egyáltalán meghívtak engem, és én egyből igent is mondtam természetesen. Réka szerepét Varga Polett játszotta, így apa és lánya együtt játszhatott a színpadon. Kicsi voltam 2003-ban, amikor apa szerepelt az István a királyban, akkor én mondtam neki, hogy apa, én biztos, hogy egyszer el fogom valamikor játszani Rékát, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy álom. A produkcióban feltűnt sok olyan fiatal is, aki korábban a Hotel Mentolban, a Dzsungel könyvében vagy az Indul a Bakterházban is szerepelt. Ők újra szívesen játszottak az új helyi közönségnek. Én nagyon nagy szeretettel jöttem vissza a színházba, és ugyanúgy élvezem, mint 5 évvel ezelőtt. A produkció nagy sikert aratott. A végén Szamosvegyi Péter ezekkel a szavakkal köszönte meg a társulatnak és minden közreműködőnek a munkát. Büszkék vagyunk rátok, büszkék vagyunk arra, hogy ebben a városban együtt élhetünk, hogy én egy ilyen városnak lehetek vezetője, ahol ennyi tehetség van. Köszönjük nektek ezt a mai napot! Az ünnepi műsor tűzijátékkal ért véget.